Sziasztok, kedves barátaim! Akkor folytatjuk híreket Krisna völgyből. Exkluzív videóval, hírekkel készültem számotokra. Ahogy látjátok, itt vagyok a Szántóföldön. És mit keresek itt a Szántóföldön, majd a videóban fogtok látni, mert a vetés, ami Krisnavőben történik, az általában ökrészet segítségével történik. Ajánlom figyelmeteknek ezeket az új híreket. Hare Krishna, itt unatkozunk a karanténba a kollégáimmal, Csandan meg Púrni. Annyira unatkoznak, hogy már kicsit el is fáradtak, most egy kicsit most örülnek, hogy megálltunk pihenni. És hát éppen egy vetőgépet húznak. Itt van egy ilyen 4 hektáros karantén terület. Itt vagyunk elkülönítve. Nem azért, mert betegek vagyunk, hanem egyrészt azért, mert sok a munka, másrészt azért, mert Krisna völgy most így be van zárva. Tehát Krisna völgyön kívül nem megyünk, de Krisna völgyön belül azért persze tudunk mozogni. És hát nekem pont egy olyan szolgálatom van, hogy viszonylag nehéz online végezni. Itt ezt a 4 hektárt kell bevetnem jelen pillanatban fűvel. Itt már megvolt az előkészítés. Igazából úgy volt, hogy itt kettőfajta növényt vetünk egyszerre. Már elvetettük a zabot tegnap, és akkor a zab be volt egy kicsit dolgozva a földbe, és akkor most megy rá a fű. Holnap lehengerezzük, holnap után jön az eső, és akkor már más dolog nincs, csak az, hogy nőjön itt a fű. Gondolhatná az ember, hogy ó, hát akkor most milyen rossz itt, nem tudunk kimenni a világba, nem tudunk másokkal találkozni, de az a helyzet, hogy magam részéről, hát az én életemben nem sok változás történt, mint ami eddig volt, meg ami most van. Szóval, hogyha történetesen éppen nem lenne karantén, akkor én ugyanígy itt ülnék, ugyanezek az ökrök lennének, ugyanez a fűmag, és pont ugyanezt a dolgot csinálnám. Hát pont most van a jubileum, most 25 éve élek Krisna völgyben. Az a gyakorlat, hogy mondjuk havonta egyszer, két havonta, akkor néha kimentünk Kaposvárra, hogyha kellett valami ügyet intézni, nem tudom, el kellett menni fogorvoshoz, vagy valami, és akkor az mellett, akkor az ember bevásárolt ezt-azt. Ugye most tettünk egy ilyen vállalást, hogy mi nem megyünk ki Krisna völgyből. De igazából ez csak a tudat, hogy én most nem fogok kilépni Krisna völgyből, de gyakorlatilag az életmód az ugyanaz. Én eddig sem mentem túl sokat Krisna völgyből, és ugyanezeket a dolgokat csináltuk. Hát nem mondhatom azt, hogy ővelük vetek 25 éve, mert ők még nincsenek 25 évesek, de igazából amikor ide kerültem, akkor is már az egyik első dolog volt,
hogy vettünk lovas vetőgépeket, hát ilyen kisebb vetőgépeket, amit az ökrök is elbírnak, és a vetéseket azokat szinte kizárólag ökrökkel végeztük. Sebességváltó, igazából ezt úgy hívják, hogy Norton szekrény, és akkor ezzel lehet váltani a sebességeket. Itt ez a leglassabb fokozat, ez az apró mag, ez a lassú, normál és a gyors. Tehát így váltom fölfelé, és itt még van 18 másik lehetőség. Hát úgy, mint a biciklinél tudjátok, hogy húzod és akkor váltod, dobnak mész föl le. Itt a sebességet lehet váltani. Hogyha ide leteszem, a legkisebbre beállítom, akkor meg lehet azt csinálni, hogy ilyen 3-4 kiló magot vet hektáronként. Ha a legnagyobbra, akkor meg több 100 kilót. Szóval így nagyon, nagyon, hát nézzétek, ott van az a, ezek a sok fogaskerék, azzal mind lehet állítani a sebességet, és akkor azzal határozom meg, hogy hány kiló menjen ki hektáronként. Ugye ezt nagyon jó el kell találni. Hogyha túl keveset vetünk, az se jó, hogyha túl sokat vetünk, akkor az se jó, hanem akkor van egy optimális vetőmagnorma, és akkor ezt évről évre ugye vetünk, akkor már tudjuk, hogy mire kell beállítani, beállítjuk, és akkor annyi kilóval vetjük hektáron. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Más munkafolyamatok, mint például a szántás, vagy mondjuk a területnek az előkészítése, ilyen munkafolyamatokat, azokat időnként van, hogy traktorral csinálunk, főleg régebben akkor többet a traktorral végeztük, de valahogy ez a vetés, ez szinte az első pillanattól fogva mindig ökrökkel csináltuk. Szóval ahogy én ide kerültem, akkor volt két ökör, Siáma meg a Góra, és vettünk hozzájuk egy vetőgépet, és akkor velük csináltuk. És ez egy nagyon nagy élmény, láthatjátok, szép az idő, süt a nap, egy kicsit fúj a szél, de az pont olyan kellemes, és itt ül kinn az ember, nem stresszel. Én nagyon szeretem. Tegnap itt vannak most többen fiatalok is, akik velünk együtt vállalták ezt a karantént, és van egy Gergő nevű fiú, akit tegnap kihoztunk ide vetni. Ő egy kosárlabda edző, nagy, magas fiú, ilyen kis sportos, és mondta, hogy hát így nevetett, hogy milyen furcsa, hogy itt találta magát egy kosárlabda edző, itt találja magát a szántóföld közepén, és akkor zabot vet, ugye tegnap még a zabvetés ment. Szóval akkor itt van egy kosárlabda edző, aki itt találta magát a szántóföld közepén, de nagyon érdekes, hogy mégse idegen neki ez a dolog. Szóval ez annyira természetes, és annyira egyszerű és szép, hogy még egy olyan ember, aki egyébként nem foglalkozott ilyen dolgokkal, még ő is nagyon gyorsan tud csatlakozni ehhez a dologhoz. És akkor most itt képezzük a fiatalokat, vannak akik éppen fejni tanulnak, vannak akik kijöttek velünk vetni, aztán ahogy megy majd tovább az idő, akkor majd kezdődik a szénaszezon, kezdünk kaszálni, és akkor gyűjteni a szénát. A lucernát azt elvetettük, az fontosabb volt egy kicsit, mint a fű, az volt az első, akkor elvetettük a lucernát. Most megy a fű, azzal elvégzünk, hát ha minden jó megy, akkor ma, de legkésőbb holnap készen lesz, és aztán utána még van egy pár ilyen zöld takarmány, ami zabos borsó, hát majd nekik, hogy kicsit kaszálunk egy kis szénát belőle, és aztán utána, hát az én területem az a szántóföldi növénytermesztés,
és akkor ott is majd szépen sorba jönnek. Először a krumplit fogjuk elvetni, aztán lesz kis kukorica, napraforgó, amiből olajat fogunk ütni. Szóval is szépen sorba jönnek a növények. Egyébként is ez volt a terv. Tehát nem az volt, hogy most úristen, akkor mi most megijedtünk, hogy jó, összeomlik a világ, akkor mit csináljunk gyorsan. Nem, hanem nekünk volt egy ritmus, egy életritmus, és mondjuk az annyiba változik, hogy eddig másfél tonna krumplit terveztem, hogy majd másfél tonna krumplit fogok termelni, akkor most megkértek, hogy hát, föl tudnánk-e vinni esetleg 5-6 tonnára. Mondtam nagyon szívesen, hogyha kapok segítséget, megcsinálom. Egyedül csak ezt a másfél tonnát tudom bevállalni. De szóval nincs olyan túl nagy változás. Eddig is éltünk, ezután is élünk, van egy ritmus, és akkor lehet, hogy ilyen pici dolgokat változtatunk a mennyiségeken, de gyakorlatilag az életmódunk az egy olyan életmód, ami hosszú távon fönn lehet tartani. Persze, hogyha most én is megbetegednék, vagy itt a közösségben sokan megbetegednének, akkor nyilván egy komolyabb változtatást kellene véghez vinni, de hát mi is betartjuk az államnak a törvényeit és a javaslatait, és próbálunk otthon maradni, nem úgy otthon maradni, hogy bent a házban, hanem úgy otthon maradni, hogy akkor most itt, hát itt lezártuk Krisna-völgyet, és akkor itt bent, ezen a 150 hektáros karanténon belül, akkor így nyugodtan mozoghatunk, egyelőre nem kell attól félnünk, hogy megkaptuk a fertőzést. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Amennyire én látom, de gondolom ti is ugyanezt tapasztaljátok, ez azért most itt nem a világ vége. Szóval az, hogy most jött egy járvány, attól még nem állt meg az élet. Persze ez most egy kicsit úgy befolyásolta az életünket, de nincs vége semminek. Az élet megy tovább. Viszont ez egy jó lehetőség, hogy kihasználhatjátok a extra időt, vagy csak maga ez a tudat, hogy igen, akkor azért lehet, hogy nekünk meg kellene változtatni az életünket. Lehet, hogy csinálhatnánk valamit máshogy. Kicsit leülhettek, meditálhattok, hogy tudtok-e valamit tenni az egészségetek érdekébe. Van egy kis kert, akkor meg tudjátok termelni. Ez akkor is jó, hogyha nincs semmiféle veszélyhelyzet, mert jó az embernek a saját ételét tudja enni. Tudtok egy kicsit meditálni, gondolkodni a saját jóléteteken, imádkozni másokért. Használjuk ki ezt a lehetőséget. Nagyon érdekes, ez Krisnának nagyon jó humora van, hogy pont egy olyan időszakra tette, ez most van a nagybőjt. Most van ez a nagybőjti időszak. Ugye a keresztények is mindig mondják, hogy ilyenkor le kell csendesedni, akkor most így az egész világ le tud csendesedni, és akkor egy kicsit tudtok meditálni rajta. Tudtok-e valamit változtatni az életeteken? Az azért egy hátránya van ennek a karanténnak, hogy Krisna-völgy is egy kicsit kihalt mostanában, és jó lenne, hogyha lennének itt vendégek, és akkor így tudnák színesíteni az életünket. Úgyhogy reméljük, hogy nem sokára vége lesz ennek, és hát akkor várunk mindenkit szeretettel, és nagyon várjuk már, hogy találkozhassunk.